Szervusztok! Ma Nádasdra utazunk Vas megyébe, az első Vas megyei túránkra, és kaptunk kölcsön egy autót a Magyarország Evangelikus Egyháznak a Luther kiadójától, úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen nekik ezt a szuper nagy autót. Hát körülbelül akkor a jármű, hogy egy kisebb házi bulit meg lehetne bent tartani. Nádasd Nádalja rangadóra megyünk, és még egyelőre nagyon rossz az idő, egész héten esett az eső, úgyhogy föl lesz ázva a pálya. Ezt meg majd meg lehet magyarázni akármelyik csapatnak. Nem, megint azt mondt, hogy a hazai csapat fog nyerni, mert ez nem jött be. Én most már nem mondok semmit, és azt is csak nagyon halkan. Én szerintem hallgassuk meg a Nádasdnak az indulóját, jó? Igen. Szurkolj nekünk, ez a Nádasd FC, ha gólt rúgnak, tombol a közönség, a legjobb csapat, ezt mindenki tudja. Kidobta a Facebook az 5 évvel ezelőtti emlékeinket. Adriánna, egy fotballmérkőzésen voltunk, az Inter-CDF gázgyár meccsen. Adrián itt a háttérben. Hát itt már nagyban volt, itt meg itt nézzük a meccset. A 74. percben félbeszakadt, tömegverekedés tört ki a pályán. És egy néni is beszállt ebből a kis bunyóba, aztán az unokáját rúgták föl. Azt hittük, hogy mi vagyunk a részvények, de hát nem, ez tényleg itt előtt zajlott. Itt van velünk Kornél, ő a nádasdi srác, aki meghívott minket, és hozott nekünk itt fehér szatyorban valami nagyon gyanús előtt. Mi van benne? Ebben kérek szépen mász van, 3 darab mász. Leigazoltam Nádasdra. Leigazoltam, készfogástól, így is, akkor mutassuk valaki. Leigazoltam Nádasdra. Hát az aláírási pénzben jó lesz átutalva, és nem kell kártérban. Kurva jó. Szurkolj nekünk, ez a Nádasd FC. Égeti át a... Balzunk, hogy a kettes. Ha gólt rúgnak, tombol a közönség, a legjobb csapat, ezt mindenki tudja. Ki a legjobb a foci kupában, szurkolj nekünk is, ne hagyd abba. És tudjuk, hogy te is velünk vagy, halljam a hangod, a hangod. Miért jó az a sor? Mert borsod. Basszol a zokni. És már nem tudod, hogy miért még kurva jó, mert az enyémet. Tisztelt szurkolók, tájékoztatjuk önöket, hogy a közelmúltban történt szurkolói rendbontások miatt az egyesületünkre komoly pénzbüntetéseket szabott ki a Magyar Labdarúgó Szövetség. A klub, mint a hazai mérkőzések rendezője, minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a pályán és a partvonal mentén minden szabályosan és megfelelően történjen. Sajnos visszatérő jelenség, hogy pár ember nem odaillő viselkedése miatt az egyesületünk bűnődik és fizet. Ezért tisztelettel kérjük önöket, hogy sportszerűen biztassák a csapatunkat, az ellenféllel, valamint a játékvezetővel és az asszisztens szemben sportemberi magatartást tanúsítsanak. Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetlegesen a klubra kiszabott pénzbüntetéseket minden esetben a rendbontás előidéző néző vagy nézők lesznek kötelesek megfizetni. Tisztelettel Nádasd KSE vezetősége, hajrá Nádasd! Hát ez már egy felütősnek se gyenge. Mondták is, hogy itt azért főleg a nagyobb rangadókon hát forni szoktak az indulatok, de inkább a vendégcsapatnál. Sőt, azt is megtudtuk, hogy külön a vendégcsapat miatt, mivel náluk azért voltak problémák az elmúlt hetekben, hónapokban, ellenőrt kellett hívni a meccsre, erre a mai meccsre. Úgyhogy parázs meccs lesz. Azt mondták, hogy a rossz idő ellenére is kb. 200 néző fog kilátogatni mindenképpen, vagy több. Mióta én vagyok az Egyesület elnöke, azóta már eljutottünk 2 bajnoki címet itt a megyei másodosztályba, és hát ez lehetne a harmadik, és hát ezt a játékot, ezt a stílust, amit most a fiúk művelnek, ezt díjazzák a szurkolók is, és jönnek, hála Isten. Tehát a lélekszámhoz mérten az a 200 fő, az szinte megvan, idegenben is, 150 biztosan. Sokszor az idegenbeli meccseken többen vagyunk, mint a hazaiak. És a cél a megye egy lenne? Úgy hallottam? Hát ahogy mondtam, hogy a két évben ugye sikerült már megnyerni 2012-ben, illetve 2016-ban, mindig vállaltuk a felsőbb osztályt. A fiúk akarják, és én azt szoktam mondani, hogy nem pénzkérdés, mert amíg a társasági adópályázat működik, és ebben részt veszünk a kezdetektől fogva, akkor nem pénzkérdés ez, hanem legyen játékosunk és jó csapatunk, és akkor megyünk. Hajrá Nádasd, akkor köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy sikerülni fog a megye egy. És én is köszönöm. Köszönjük szépen. 100 darabra szétszálltam, mindenhol sétáltam, megtalálhatatlan vagy. Hogy van a bányád tényleg? Azóta, amit utoljára kérdeztem. Épül. Pár év múlva lesz meccs is, biztos. Megépítik, eligazolom Mbappét. Király Gábor. Igen, őt is leigazolod, jó van. Akkor ráhozom az éves szépből a Zsuzsákot. Nagyon jó vagy eddig. Az újfalvi csapathoz. Gyergyó újfaluba. Gondolkoztam kicsit Nikolicson csak. Ő focizik? Ja, igen. Tudsz még más focistát mondani? Magyart? Vagy bármilyet. Hát hogy ne tudnék, ott van a... Olivér Kár. Életőben már baszd meg, 60 éve visszavarult! Megtalálhatatlan vagy, továbbit nem hallottam, minden járhatatlan, de a láthatatlan 100 darab. Ki a Újpest Mezőkövesd szerinted? Hazait döntettem, hogy vendég. Ki hazait? Újpest. Mezőkövesd. Mezőkövesd nyer, azt mondod? Biztos. Paks, Zalaegerszeg? Paks. Honvéd, Fehérvár. Fehérvár. Jégkoromba lyuk nagyon. Ennyi. Everton, Liverpool. Jobb a Liverpool, de Evertonra. Azért, mert most nem játszik Gerrard a Liverpoolban. Hogy tudja? Hogy tudja a srác? Internacionále Milan. Inter. Várjál, Skótban viszont van Celtic Rangers. Na, Celtic Rangers. Hát a Celticnek ilyen meccsek után csak is a Rangers nyerhet. Igen? A Fradi megvert a Fradi. Ennyi, 6 betű, tudom. Megrakjuk, az le, 50 lejjel. Az van, hogy 387.250 forintnál egy fillérre se fogunk többet kapni sem. Átszökünk Ausztriába, ez nem jelent. Diszidálunk a picsába. Köszönjük ezt a kellemes kiszolgálást és ezt a minőségi ebédet. Úgy gondolom, nagyon jó volt, hogy önre hallgattam, és most már bátran merem ajánlani mindenkinek, aki magyaros ételekre vágyik, hogy ide jöjjön a Rix étterembe, az biztos, hogy én törzs vendég leszek. Hát ez kurva jó volt. Majd még egyszer el kell játszani, mert megmondom őszintén, hogy olvastam. Mert nem akartam hibázni, mert egyszerűen klasszikusokat csak is kizárólag pontosan lehet és pontosan szabad idézni, sehogy máshogy. Tehát minden szónak, minden betűnek stimmelnie kell, és hát Détári Lajos dömét is csak így lehetett idézni. Úgy gondolom, nagyon jó volt, hogy önre hallgattam, és most már bátran merem ajánlani mindenkinek, aki magyaros ételekre vágyik, hogy ide jöjjön a Bugac étterembe, az biztos, hogy én törzs vendég leszek. Itt vagyunk a pályán, és már javában folyik az ifi meccs. 1-0-ra vezet a vendégcsapat, Nádalja. És aki a felnőtt mérkőzésen lesz majd az asszisztens, játékvezető, most éppen a játékvezető az ifi meccsen, egy hölgy. Azt mondták, hogy nagyon szigorú játékvezető. Reméljük asszisztként is az lesz, de nem a helyiekkel, hanem az ellenféllel van. Sokan járnak meccsre? Hát mikor, hogyan? Mostanában? Mostanában vannak elég. Régóta járt ki meccsekre? Már régóta. Játszott is, vagy nem? Hát én nem játszottam. Kicsit sokan vagyok. Ja! Na srácok, először is még egyszer gratulálok mindenkinek a múltkori teljesítményéhez, a sárkány ellen. Dezső, Ati, Tubi és a Benya. És akkor padon maradt nekem a Kristóf, vagy később jön a Dr. Levi, a Doki, meg én is. Szóval minőségi cseréink vannak, úgyhogy játékvezetővel nem foglalkozol, mert eléggé, hogy mondjam, szigorú. Főleg ez. Az anyag, hogy fel, 90 fokba, kicsi úgy új is új, egyet vakarsz, vissza. Úgy, na! Vesd el a végét, el kell vetni csukkomokat. Még jobban, kicsit párkokkal tovább. Tényleg egy kicsit magadra húzod, sokkal leserepel. Alakul! Gyakorolnom kell! Ez a traktoros szokás, vagy mi? Igen. Hát traktoros, kaszálós. Akkor mész kézárdőles takarni, kaszálni. Fát lopni. És akkor egyet, egy télés után, mikor megizzadt a fejed, akkor szellőztetsz. Gyeri! Excellent! Átvett a vizsgán! Hát a könyöklésből ötös voltam amúgy mindig. A csapatot csak utasít, de ez a csapat csak utasít. Te Adrián, tehát ilyet mikor láttam utoljára, hogy ilyen bemelegítés, ilyen szintű bemelegítés? Nem, ilyen szintű egyáltalán bemelegítés. Megyében egyébként teljesen felesleges, én úgy gondolom. Dehogy felesleges. Mert ha múlát, ha kopognak a kopok, kapjanak kárt, mert a brigád az pont erre várt. Ha kopognak a kopok, kapjanak kárt, mert a brigád az pont erre várt, ha nem ropognak a rapok. Figyelj, hogyha valami komoly célokat akartak elérni a megyében, és tényleg ezt el lehet így viccelni egy ideig, hogy jaj, minek nekem bemelegítettem mellett a kocsmában. Nagyon sokat számít a bemelegítés. Hát de miért? Mert ez a ház, de nem értem, hogy mit magyaráz. Nem mondd el, de a modell, a modell, a rulett, az ihlet, a mulett. Ha kopognak a kopok, kapjanak kárt, mert a brigád az pont erre várt. Ha kopognak a kopok, kapjanak kárt, mert a brigád az pont... Lehet győzni, lehet kikapni, lehet döntetlen, hát nem. Hát ez igen, ilyen a futball. Maga az egész. Még a Prof. Kaccin úrra győzött, aztán mégis éppen hogy csak győztek, na csak egy dolog. Köszönöm szépen. Főrendezőnek tetszik lenni, vagy csak ilyen hármas számú rendezőnek? A harmadik számú. Na de ez óriási nagy felelősség, nem? A felelősség, hát ez igen. De mondjuk, ha valaki összeverekszik, akkor ön kiviszi innen a pályáról. Ha van még annyi álém, akkor. Na, mert őt viszik ki. A csapatot csak utasít. Lettene jó cigijat. A csapatot csak utasít. Mai mérkőzés. Igen? Tehát akkor 1-3. Hangulat teljesen jó, második percben járunk még csak. Lesz az még jobb is, amikor elfogy a büfénél a sor és mindenki beveri a maga. 200 ember már összejött szerinted? Á, sima. Több is szerintem, 300. Csáva! Figyelj, mérkőző! Menjél ki! Nem baj, jó! Te, mint foci szakértő, hogyan értékelnéd? Spiccel, úgy jobb. Uraim, ez nem büntető? Na, 10% miért? Hát de látja, hogy nem, az lesz, az lesz. Annyit beesett, annyit eshetett kívül. Igen. Mondanám, hogy láttam a gólt, de nem. Egy óra vezet a, hát nem a Nádasd, a Nádalja. Úgyhogy Kornél barátunk bekapta idei 10. nem. 9. gólját, rosszul számoltam. És miért nem látod a gólt? beszélgettem. És kártyáztatok? És beszélgetés volt, és kártyázás. Ha már ilyen détári napot tartunk. Nem jó már. Az ellenfél vezet. Hát ez igen. Ja. Atrocitásra lehet számítani, verekedésre, de hogyha vagy egy biztonságban érezhetjük magunkat, hogy igen, ha bármikor bármi történik, akkor meg leszünk-e védve? Igen? Igen, radogunk. Tehát, hogyha berohannak a ellenfélnek a szurkolói, akkor... Akkor futunk mi? A másik irányba? Valaki nem értette meg, hogy nem ér bikázni, és hát egy másfél lécet kirúgdosott belőle. De nem, hogy így is tök jól működik, így lehet gyakorolni azokat a szitukat, amikor szabadrugás napon ugrik az ember, és akkor alatt ellőni tudod, meg ilyenek. A TAO időszak előtt az volt a régi sportköriroda. Itt szoktál lenni egyébként a meccseken? Szarvas candy meccsen, de az most messze van, úgyhogy nádasdi meccsre jöttem ki. Szarvas candy? Az milyen az a szarvas candy, így ez a egybe? Olyan, mint hogyha ilyen kicsit olyan angol beütés van, candy, you know. Uram, egy kérdést föltetek? Nem, jól van. Hát, hogy kemény, nem? Azért oda basztunk egymásnak, azért úgymond. Ez a tipikus, az a megyek, nem egy áram ez. Hát jó írom van, mi is azt néztük. Igen. A pálya elég mély azért. Az első helyzet játszok, ami a második helyzet ellen, ahogy néztük a tabellát. Elég jól. Látszik is meccsen, igen. Tipp a végére? Hát szerintem el fog fáradni Nádas, én szerintem azt látjuk, hogy el fog fáradni másik fél időre jobban. Egy-egy, igen. Nádalja nyert. Mennyire? 2. 2 góllal. Menj a kurva anyádba! Négy! Ha elmész 16-oson belülre és el akarsz mindenképpen esni támadóként, akkor látványosan és hangosan egyébként. Véletlenül fújja be semmelyik játékvezető 11-esnek. Hallod a tipmix, amit raktunk az imént a helyen, ahol ebédeltünk, az egy meccset ért. Hát most tudtuk meg, hogy milyen nehéz és tisztességesen meggazdagodni. Kilométerek. De mennyit nyertünk a 370-et? Gyere Martin, gyere! Valahogy úgy. Az van ráírva, hogy a lapos üvegre közlekedés rendészeti osztály. Ha ebből iszol, akkor azt nem mutatja ki a szonda. Összesett a saját lábába, bazd meg! Elasztál, semmi nem volt apja! Simán összesett a saját lábaiba, bazd meg! A kurva élet, faszéval! Hajrá, Nádalja! Oli, ez volt! 3000-et! Hogyan lett volna lehet? Ha lemaradtál róla! Büféből úgy, hogy pillanatot nem nézett a meccsből, folyamatosan így támasztott a fölnéz, és bekiabálni, ugye semmi, hogy őzzük, nem volt hozzá semmi. Itt lesz a gól, bazd meg! Végre! Egy helyes döntés, ne részegessék itt hozzá! Alakul. Megállra szabadunk el! Ez itt a pénzgazd, te! Szírozz a bíratra, én hát a kerát mindig, hogy te! Ez egy nyomatékosítás. Igen. Nem, ez önmagában egy ilyen. Te! Nem onnan leszünk a tévére. Hát aztán megismer a tévére. Ó, ott lesz a gól! És... De mindegy, nem? Olyan állós! Nem, sosem mindegy. Döntetlen vagy, minden nem számít. Nekünk minden jó. Tudom, riporternak. Végre megvan az egyenlítés. Van leszünk a tévében? Nem tudom, 80 6 perc után be lehet azt pöckölni, tuszkolni. És ez tényleg olyan pöckölés volt? Kicsit olyan volt, hát ott megállt a labda, csatárgyerek még odaért, beverte másfél méterről, az lett volna durva fölé lövő, nem? Itt az egyik asszisztens szerintem, hát nem túl népszerű ma, fogalmazunk így. Illetve túl népszerű. Ezt a szöveget bejött jól. Úgy, hogy meg lesz a locsol. De faszok. Fordulj rá, Erik! Erik! Bassz meg! Járjatok ki ti is megyei meccsre, mert ilyen tök jó meccseket láttok, tényleg parázs meccs, és a végén még meg lehetett volna 2-1 is a hazaiaknak, hogyha itt ezt a fejes sikerül egy kicsit lejjebb szorítani. De hát nem baj, ez van gyerekek, menni kell tovább az úton, voltak biztos, nem, ezeket nem lövöm el minden egyes kivaszott hétvégén. Úgyhogy hajrá Nádasd, és a nádaljaktól pedig várjuk a meghívást, mert már beszéltünk velük az előbb, hogy oda is majd tavasszal esetleg benézünk. Vicces, hogy elment a Tippixet. Ja, sajnálom, de hát az első meccsen! Hát jó, de nem hozták, amit vártam. Nem az én hibám. De most tényleg nem az én hibám. Egyszer fogadtam az Evertonra. Hiába na. Ez másnak a hibája, nem? Ezért te nem állod a felelősséget. Gerrardnak lehet köszönni. Itt a végén volt azért rovatnéz üccületek, a te beívelédésületek követően nem sok hiány. Szólt a játékos, egymással nem kommunikálunk. Hát akkor sok sikert kívánunk a jövő hétre, meg az egész bajnokságra. És köszönöm, hogy ha a bajnoki címet ünnepelnétek esetleg tavasszal, akkor... Itt várom ezeket előbb a naptárunkat. Pont ráérsz. Pont ráérünk, igen, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük hajrá Nádasd. Köszönjük szépen. Mi Kornél? Rövidre hogy lehet gólt kapni, bazd? Én már megmutattam. Hogy? Én már nem láttam. Jössz máskor is? Jössz a papán. Vittek a Tippixben. Ne csak ő tapsolja! Véget ért már a nádasdi kiküldetésünk. Mondanám, hogy szerencsét hoztunk, ahogy szoktunk, de ezúttal sem. De legalább nem lett vereség se. Hát fél szerencsé, igen. Végén az a zicser, bemegy az a két zicser, a fejes vagy az egy-egy a kapus ellen, akkor lehetett volna egy hatalmas győzelem, és a végén jött volna a dráma. Mindegy, itt se vagyunk elégedetlenek. És még egyszer köszönjük szépen a meghívást Kornélnak és a nádasdi csapatnak. És sok sikert kívánunk nektek, és hogyha bajnokok lesznek, akkor azért szóljatok már, mert lehet az ünneplésre ide. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el, hogy itt fel tudtak rá iratkozni, és nagyon szépen köszönjük még egyszer az Evangelikus Egyház Luther kiadójának, hogy kölcsönadták az autójukat, és őket is előjétek be Instagramon, hogyha érdekel titeket. Ez a téma! Csó! Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor. Korné, még mondjál valami szépet! A Nádasd KSE oldalt belájkolni, köszönjük szépen! Sziasztok! Facebookon vagy Instán? Facebookon. Jó! Nádasd KSE. Köszönjük szépen!